Sziasztok, Lóra vagyok innen a Nószaldi konyhájából, és mert szuper vegan nyári receptet hoztam nektek. Egy könnyed karfiolsztéket fogok készíteni, pirított magvakkal, egy kis humusszal és friss zöld fűszerekkel. A karfiolszeleteket a Vénusz fokhagymás paradicsomos bazsalikomos fűszerolajába fogom bepácolni, ezen is fogom kisütni, illetve a magvakat is ezen az olajon fogom lepirítani. Kezdjünk is hozzá! A karfiolt újnyi vastagsági szeletekre vágjuk, majd meglocsoljuk az olajjal, és 10-20 percig állni hagyjuk. Ez idő alatt lepirítjuk a magokat. Bármilyen magot használhattok, én most pisztáciát, kesudiót, tökmagot, fenyőmagot és kétféle szezámmagot fogok pirítani. A magok hűnek, most jön a karfiol, aminek első körben mindkét oldalát fűszerolajon lepirítjuk. Majd pedig betesszük még a sütőbe 10-15 percre, ehhez mindenképp használjátok fémnyelű serpenyőt. Elérkeztünk a finishbe, jöhet a tálalás, humusszal, fetával és friss zöldekkel fogjuk tálalni az ételünket, ja és persze a sült magvakkal. És láthatjátok, hogy pillanatok alatt össze lehet dobni ezt az ételt, nagyon finom, igazán mutatós, és akár grillen is elkészíthetitek. Próbáljátok ki ti is, sziasztok!